Utoljára tavaly ültünk le így beszélgetni, azt hiszem pont mikor befejeztük a forgatást, akkor is négy epizódot csináltunk. Most már megint készen vagyunk a forgatással, megint leülünk beszélgetni, viszont mondjuk el azt, amit tavaly nem mondtuk el, hogy neked azért van, mi vagy ez egy autós magazin, neked azért van kapcsolódási pontod a magához, az autóhoz, hiszen azon felül, hogy már elmondjuk, hogy milyen autóid vannak, de ugye van neked a múltadban egy ilyen epizód vagy intermezzo, amikor te mit is csináltál? Hol is dolgoztál pontosan? Az a helyzet, hogy én eredendően gépészmérnökként végeztem, és amikor elkezdtem tanítani, akkor először az Oleg Kosevo ipari szakmunkás képzőbe tanítottam egy évet, és utána elmentem az Ihász Dániel közlekedés gépészeti szakközépiskolába. És ott gépész tanárként volt egy elméletet tanítottam, de volt egy olyan rész, amikor a dízel adagolókat javítottuk. Azokat a hagyományos soros dízel adagolókat, tehát ugye a Hungarokamionnak a telephelyén dolgoztunk, és ezek a hathengeres rábáknak a soros adagolóit, azok a turbós adagolókat javítottuk. Ezért van az, hogy mind a két autód, mert ugye két autód van, van egy nagyon szépen felújított 1.6-os szívó dízel 2-es Golfod, meg van egy fekvő lámpás, azt hiszem 220D vagy 200D 200D. Mercit. Azért van ez a ragaszkodás az adagolós technikához, meg a szívó dízelhez, vagy egyszerűen van valami más oka ennek? Hát a Merci az egy 200-as D, és az egy soros adagoló, de a Volkswagen az nem soros, az egy fejtérrel Spritzung bír. Tehát az úgynevezett köradagoló, tehát az egy másik, az egy korábbi, úgy értem, hogy fiatalabb szerkentyű. Egész egyszerűen ezek az autók, ezek abban a korban készültek, amik az örökkévalóságnak csinálták, és te tudod nagyon jól, és ki az autósiparban járatos, hogy ez a két autó, ez az elnyűhetetlen kategória. És nekem ez tetszik. Tehát én nem szeretek száguldozni, hogyha valahol oda kell érni, akkor inkább elindulok hamarabb. Nyugodtan, öregurasan, végig lehet gondolni a dolgokat. Én azt sokszor mondom embereknek, hogy is mondjam csak, amikor az ember egyik A helyről B helyre eljut, akkor egyik számít, hogy mennyi az idő, de azt is mellé teszik, hogy közben mennyi stressznek van kitéve, azért az sokkal fontosabb. Tehát az, hogy mennyire gyorsan kopik el az autó, az egy dolog, de az ember mennyire kopik, az egy másik. Próbáljuk, tehát ha van kedvetek, próbáljátok kitalálni azt, hogy A-ból B-be jusson két ember másfajta vezetési stílusra, vagy ugyanaz az ember, és kössetek rá mondjuk pulzusmérőt, vérnyomásmérőt, és akkor fogod látni, miről beszélek. Magyarán te azért szereted ezeket, mert tulajdonképpen téged megnyugtat a vezetés, meg úgy, hogy nem is tudsz sietni sehova, még ha akarnál se, hiszen azért nem egy atomrakéta egyik sem. Viszont egy ilyen megbízható, ketyegő, monoton, elgondolkodtató élmény tulajdonképpen az egész autózás mind a két autóddal. Ezért van az, hogy aránylag jó állapotba tartod őket, sőt a Golfot azt most fel is újítottak, az egész patent is lett, ezt már láttam. Ezt szereted benne, hogy tulajdonképpen te közben is tudsz gondolkodni, meg agyalni, téged nem idegesít fel a többi közlekedő, te így mész a magad tempójával, és ennyi. Jellemzően kétfajta közlekedés van. Az egyik, ami minden nap bejövünk reggel a városba, ugye Érden lakom, 18,5 kilométer van kaputól kapuig, és hát igazából ezt körülbelül 25 perc alatt szoktam megtenni. Most ha lenne egy sokkal gyorsabb autó, akkor megtenném 22 perc alatt. Jó esetben. De tudod, hogy ez nem, még az is nagyon nagy dolog. Tehát ez egész egyszerűen teljesen illúzió. De időbe kell fölkelni, akkor szépen be lehet érni. Most igazából a kicsi fiammal, akivel minden nap együtt jövünk, ugye ő is itt Budapesten jár iskolába, azért végig tudjuk beszélni a leckét. Ki lehet kérdezni, el lehet beszélgetni a dolgokról, ugyanez hazafelé. Gondolj bele, hogy ez akkora for, hogy én naponta 50 percet össze vagyok zárva a fiammal, és mindenre van időm. És szerintem ez zseniális dolog, és akkor van persze, amikor olyan a forgalmi helyzet, mit tudom, hogy nem szólunk egymáshoz túl sokat, de jellemzően azért ezt végig lehet beszélgetni. Na ez az egyik. A másik, amikor mondjuk elmegyek egy előadásra, mert meghívnak mondjuk egy vidéki iskába, tartsak előadást. Akkor meg ugye az a helyzet, hogy megint az van, hogy megy az ember lefelé, és akkor mennyit lehet, tényleg mondjuk elmész Debrecenbe például, vagy Zalaegerszegre, mennyit lehet fogni, abban, hogy megy az ember, mint a vaddisznó? Nem sokat. Fél órát? Ez esélytelen fél órát. Tehát na, aki igen, tudja igen, a fizikát, igen. Rájön arra, hogy nem erről szól a dolog. Ugyanakkor egy ilyen autónak a fönntartása minden egyéb a sokkal drágább. Magyarán te eleve, ugye tudjuk, hogy a szkeptikusok társaságának egyik oszlopos tagja vagy.
te eleve racionálisan fogod meg ezt az egész autózás dolgot, úgy a fenntarthatóság, mint a fogyasztás oldaláról. Nem azért jársz ezekkel az autókkal, mert nem tehetnéd meg, hogy mással jársz, hanem mert ez neked teljesen elég, és minden szükségletedet kielégíti, és itt már szépen rákötünk a fogyasztásos sztorira, meg a placebo hatásra. Először szeretnélek helyesbíteni, a szkeptikusok társaságának nem vagyok tagja, de a hazai szkeptikus életben mondjuk úgy, hogy ismernek. 2004 óta rendezünk minden évben egy konferenciát, itt a Műegyetemen a Fizika Intézetben, a Budapesti Szkeptikus Konferenciát. De tavaly voltunk rajta mi is. Így van, de az nem a szkeptikus társaságnak a rendezvény. Ja, azt tehát hittem, igazából azt hittem. Ez, mi egymás mellett jól el vagyunk, nem pont ugyanazzal foglalkozunk. Itt mi a Fizika Intézetben jellemzően fizikával, illetve a hozzátartozó dolgokkal próbálunk meg foglalkozni. Ahogy említetted, az autós dolog, az világosan látszik, hogy az autóban annyi fizika van, hogy nem tudsz olyan részt mutatni, mert ne lenne fizika. Ezt te is tudod. És igazából érténképpen, hogyha valami olyan új dolog van, akkor átmegyünk az autós tanszékre, és akkor az autóintézetbe, és akkor keressük az embert, aki elmondja azt, amit én mondjuk már lemaradtam, mert 89 óta sokat nem foglalkoztam az autók fejlődésével. Tehát ezek már csak ilyen távoli múltbéli dolgok. Már úgy értem, hogy az autószerelés az egy praxis, ez napra benne kell lenni. Én már nem követtem azokat, hogy ilyen motor, olyan motor, meg maradok a fizikánál. És hát igazából az nagyon fontos, hogy tényleg az van, hogy én miért fizessek azért sokkal többet, ami az életemnek nem egy akkora meghatározó része. Tehát, hogyha én tudom is, ilyen kézbesítő futár lennék, és napi 8 órát ülnék a kocsiba, lehet, hogy nem ilyen autóba ülnék. Mert hát ezek olyanok, hogy azt mindenki tudja, ez egy kicsit hangosabb, egy kicsit fapadosabb, mint a mai új autók, de arra az 50 percre az... Bőven megfelel. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy annál lényegesen kényelmesebb, mint az ember tömegközlekedne. De térjünk rá arra, hogy igazából nem is fogyasztanak sokat ezek az autók, de nem is annyira keveset, amennyire mondják, egy ilyen tök elfogadható fogyasztást tudsz belőle, mondjuk pont azt hiszem a Golf az legendásan keveset is tud enni. Mi a véleményed arról, erről az egész fogyasztás hoaxról, erről, hogy most minden a fogyasztás, hogy mindig kevesebbet fogyasszunk, jönnek az újabb meg újabb csodaszerek, amik már 20 éve verik át az embereket a mágnessel, ami már sorba rendezi a benzol gyűrűket, meg a benzol tököm tudja mi is gyűrűket, hanem a láncokat, meg jönnek ezek a szivargyújtóba bedughatós hülyeségek, amikről már mi is leírtuk ezerszer, hogy ez nem működik egyszerűen. És az emberek mindig vevőek rá, hogy miért van szerinted ez, hogy mindig megpróbálunk okosabbak lenni, mint teszem azt a mérnökök, akik ezen az autón dolgoznak, és akiknek célja az, hogy kevesebbet fogyasszon ez a kocsi. Aztán már áttérünk nyilván erre a mérési ciklusra, ami egy nettó hülyeség, de most induljunk ki abból, hogy miért próbálunk meg mindig, hogy is mondjam, saját magunkat átverni, vagy túl optimistának lenni. Hogy mitől van ez? Meg gondolom, te is találkozol ezzel, nem csak az autóiparban van ez, hanem minden másban jönnek ezek a kondenzációs kazánok, meg a 100%-os hatások, meg az ilyen eleve fizikai képtelenségek. Ahogy látod, persze, sok ember fölül a csacsiságnak, hogy ez miért van, két dolog. Azért te is látod, mint autós, hogy azért sok ember, amikor megveszi az autót, akkor nem számol azon kívül, hogy mennyibe kerül a benzin, gázolaj, mennyibe kerül a fönntartása. Mert ugye van szervizköltség, futóköltség, tehát ezeket, ha nem számol az ember, akkor ezek az autók, tehát valahol meg kéne próbálni egyensúlyba tartani a háztartási büdzsét. Ez az egyik része. Én azért azt mondom, az ember nagyjából körülnéz, akkor lehet tudni, hogy mikor van az embereknek sokkal több pénze, kevesebb pénze, te is jársz autóval. Vannak olyanok, amikor, mintha ciánoztak volna, és van olyan, amikor az ember reggel 4-8-kor jön befelé, és már dobóba. Ugye? Tehát ezt mindenképpen lehet látni. Ugye megpróbálnak az emberek megspórolni dolgokat. Ugye? Az, hogy folyamatosan emelkedik a gázolajnak, benzinnek az ára, ezt nagyjából látjuk. Most jellemzően libikókázik valami Igen. érték körül, de ez nem kevés. Hát nem kevés. És igazából az embereknek ez kecsegtető, hogy na akkor megpróbáljuk megfogni ennek a valahányadát. És akkor azt mondja, hogy akkor azt rá lehet költeni, hogy talán a gumira, vagy a futóműre, vagy valami egyéb ilyenre. És akkor jönnek azok az alapdolgok, amelyeket az ember tudatlansága okán elhisz. Tehát igazából nem tudom hány ember gondolt bele, én mindig szoktam ilyen metódusokat, hogy próbáljuk megbecsülni, hogy mi a valószínűség, hogy UFO-t lát mondjuk a Józsi néni,
Józsi néni? Hát így mondják a médiumokban, hogy az átlag népret kitalálják. Ugye, ha megnézed, azok, akik UFO-t látnak, meg elviszik, azok mind bekategorizált valami. Nem akarnék én most ilyen szabályokat felállítani, de azt nyugodtan lehet mondani, hogy nem a magasan kvalifikált tudományos oldalról magasan kvalifikált emberek. Most ha belegondolsz abba, hogy például egy átlagos napon hány ember fordítja a távcsövét az égre, és ők sose vesznek észre UFO-t. Tehát most gondold el, hogy van a Földnek a felülete, itt laknak Európában ennyien, Európában megjelenik itt a havonta 20 UFO, és a 20 UFO-t sohasem látja csillagász. Pedig ott van a szerkentyűje, fényképezőgép is már az újakor rajta van, tehát érthetetlen dolog. Most ugyanígy lehet az autóval is. Ugye? Jön valaki, és mondjuk, ezt konkrétan tudom, hogy meg is kerestük ezzel Olá Györgyöt, kint a Nobel-díjasunkat, hogy az ő tudományos munkásságára hivatkozva mondják, hogy ráteszik a gázcsőre, benzincsőre, gázolajcsőre, rátesznek egy mágnest, és ez a mágnes, az sorba rendezott valamit, mondják ők, és akkor jön a következő, Olá György is a kutatásaiban ezt alátámasztotta. Ez, ahogyan te mondtad az előbb, ez nettó hazugság. Az a helyzet, hogy ez az a kategória, hogy ott voltam és hallottam harangozni. De pontosan senki nem tudja ezeket a dolgokat. Ugye, ha megnézi valaki azt, hogy az anyagok a mágneses térbe, ha betesszük, akkor jellemzően három viselkedést szoktunk megkülönböztetni. Ebből az átlagember egyet jól ismer, ez a ferromágnesség, és a másik azt mondja, hogy az összes többire, hogy az nem mágnesezhető. Most ugye fizikában egy kicsit középiskáig eljut az ember, akkor rögtön mondja, azok, amik nem mágnesezhetők, azok a diamágneses, meg a paramágneses anyagok. Ugye a paramágneses anyagok nagyjából úgy viselkednek, mint a ferromágneses anyagok, csak 10 az ötödikened a kölcsönhatás nagysága. Tehát ha mondjuk ez, tudom én, egy newton erő helyett, 10 az ötödikened newton lesz az, ami, tehát azt ma kimutatni iszonyatosan nehéz. És tulajdonképpen ezek azok aztán emiatt mondják, hogy ez nem, hát nem mágnesezhető. Valójában azért ez nem egészen így van. A diamágneses anyagok azok pedig nem vonzák, hanem taszítják. Ha gondold, majd esetleg mutatok egy ilyen diamágneses taszítást, lebegés lehet vele előidézni, semmi más nem kell, csak a modern mágnes, egy speciálisan előkészített anyag, egy grafitlemez, és ezzel tényleg lebegtetni lehet. Most ugye ezek a dolgok, ugye a modern kutatás az ott jár, hogy az átlag mérnök nem biztos, hogy mindent a modern kutatásból ért. Például megkeresett valaki, azt mondta nekem, hogy hát neki van egy elmélete, hogy a Higgs bozonnal hogy kéne kezdeni. Szóval tudja, hogy mindenki a Higgs bozont keresi, de azt is tudja, hogy az egész univerzumban van egy darab. És az összes többi az csak a hologramja. Most ilyen gondolatokkal jönnek az emberek, fogalma nincs a fizikáról, de ugyanakkor úgy érzi, hogy hozzá kell szólni. Ez olyasmi, mint hogy a focihoz mindenki ért például. Na most, ugye ott jön elő, hogy az emberek, ugye térjünk vissza az autós történetre, ugye elmondtam, hogy mi az esély annak, hogy a csillagász, aki távcsővel nézi az éget, hogy UFO-t fog látni. Ugyanezt meg lehet csinálni, hogy mi az esélye annak, hogy mondjuk az az ember, aki a Hokedli sarkán csinál egy ilyen autótátosító szerkezetet, hogy az többet fog tudni hozzászólni ahhoz az autóhoz, mint az az autógyár, ahol mondjuk 1000 fős stáb dolgozik azon, hogy az autó minden egyes részlete a legkorszerűbb legyen, mondjuk a motorra, mint ezt foglalkoznak 100-an. És annál a 100 mérnöknél, akinek a tudása pallérozottabb, a lehetőségei, laboratórium minden sokkal adottabbak, és ehhez az autóhoz van pofája, van mersze hozzányúlni. De egyszer agyrém, tényleg agyrém, hogy Ez nem is tudok neked erre mit mondani, tehát ez olyan, mint amikor valaki egy ilyen büdös nagy sárkánynak neki megy egy zsebkéssel. Tehát nem másabb ez. Tényleg látható, ez ilyen. Szóval mindent összefoglalva, te nem hiszel ebben eleve. Hát okay, mi se hiszünk benne igazából, de rengeteg ilyen van. Találkoztál te már egyáltalán olyannal, ami működik, vagy ami segített, vagy keresnek meg téged néha cégek, hogy hát tanár úr, hogy álljon már mögénk, meg lehetne ezt bizonyítani, meg ilyen körülmények között van egy 0,5%-nyi értelme, vagy egyáltalán szoktak téged, vagy eleve te lepattintod ezeket a ilyen kísérletező kedvű importőröket, tudósokat, úgymond feltalálókat, akik mögött igazából nincsen szakmai háttér.
Az a helyzet, hogy ugye először is rólam már tudja mindenki, hogy szkeptikus vagyok, ezért véletlenül ezek elkerülnek. Tehát így kezdődik. A második dolog, hogyha van valami olyan, akkor én általában erősen kiszoktam fejteni a nézetemet, hogy ez egy marhaság. Itt volt például, ez megint nem autós dolog, egy olyan karkötő, amiben volt egy intelligens hologram, amit ha fölvettél a kezedre, akkor ez a karkötővel ki tudtad magad, jobban egyensúlyozni tudtad magad. Mit? Figyelj, meg fogom mutatni majd a honlapját. Na, és kérlek szépen, ez a karkötő 11 ezer forintért adtak egy műanyag szart, volt benne egy darab, ami nem is hologram, csak hologramnak látszó tárgy, és azt mondták, hogy aki ezt fölveszi, akkor azok után magabiztosabban fog tudni járni. Vedd észre ebben azt, hogy olyasmi igényt próbálnak kielégíteni, sok embernek gond. Ugyanez van az autóban a fogyasztásra, hogy én megmondom a tutit, és akkor ezek a cégek keresnek olyan embereket, olyan madarakat, akik valamilyen szinten ismertek, és a nevüket adjuk hozzá. Adják. Például adják a nevüket ehhez a baromsághoz. Tudom is én, ez a karkötő ne tud meg hány sportoló adta a nevét. Tehát olyan sportoló, aki olimpikon, ilyen válogatott, olyan ismert része, és azt mondja, hogy neki ez bejött. Na most azért azt, hogy egy hologram fog engem kiegyensúlyozni, azért... Egyébként most, hogy jót nevetsz, ezért egy dolgot mondok, hogy szerintem az új főcsapás irány a szkeptikus világban az a humor eszköze. Tehát egész egyszerűen meg kell találni azt a szót, azt a mondatot, ahogyan ezt elmondja az ember, egy jót nevet rajta, és rájön arra, hogy ez egy baromság. Ha valaki fölmegy a szkeptikus konferencia alapján, vannak ilyen kötelezően megnézendő videók, nem tudom, hogy lehet-e nevet is említeni. Nyugodtan, persze. Jó. Dolágsali Róbertet fölkérte a Történelem Tanárok Egyesülete. És két olyan dologról csináltak egy ilyen videót, ami arról szól, hogy például, hogy a Pilisben mit lehet találni, a másiknak, hogy mi van a sumérokkal. Hát ezt valaki megnézi, az biztos, hogy nem bírja ki rögésnek, és mindent megért. Tehát nem kell tudományosan érvelni, hanem az, ahogy a Dalák csinálja, az példátlan jó. Tehát ajánlom, hogy ezt érdemes neked is megnézni, szerintem még nem láttad. Ugye őneki van egy figurája, abba belebújik abba a szerepbe, és elmondja, ahogyan azt ő látja, van egy tanár úr, te biztos tudod. Na most igazából én azt hiszem, hogy ez lehet a normális. Hát, hogy egész egyszerűen az embereket rá kell arra ébreszteni, hogy mennyire abnormális az a gondolat, hogy ő bármibe bele tud szólni egy ilyen autóba. Uh-huh. Tehát ez tényleg nem tudok erre mit mondani, de sajnos nem csak az autóban vannak ilyenek. Hát nem, nyilván. Tehát a természettudományos ismeretek hiánya és a kiszolgáltatottság, ez a két dolog, ami az embereket az áltudományok irányába tereli. Mondok egy konkrétumot. Ha például azt mondják neked, hogy rákos daganatod van, és van 3 hónapod, lemond rólad az az orvostudomány, akit ma modernnek gondolunk, és akkor jön egy ember, aki varázsol, hoz valami kínai módszert, ilyen, most nem akarnék itt semmiféle ilyen konkrétumokba belemenni, és akkor azt mondja, hogy egyedül üdvözítő módszerem van. Azt mondja, de ennek megvan az ára, és ez az ára olyan, hogy mire meghalsz, addigra mindenedet odaadtad neki, és meg fogsz ugyanúgy halni. Itt volt 3 ember, így csak az ismert emberekről beszélünk. Ugye volt a Déri János, aki egy okos fiú volt, itt végzett a egyetem, meg volt hozzá tudása, és mégis elment Dél-Amerikába ezek a ráolvasókhoz, és lemondott az orvosi kezelésről. Itt volt a Komár László, ő is ugyanez volt. Ismert televíziós műsorba bement, és azt mondta, hogy ő már rákmentes. Ugye? És utána csak meghalt, és most legutóbb a Bajor Imrén mindenki ki volt bukva, hogy nem lett bemondva a rádióba, meg Kossuth Díjas lett, hagyjuk ezt a vonulatot, de az, hogy egy olyan ember tette előtt láb alól, aki nem is doktor. Tehát ez szerintem botrány. Ugye volt ez az egyik televíziós műsorban egy ilyen összeeresztettek egy szkeptikus meg ezt az embert. Én szerintem nagyon elrontották, mert nem a szkeptikus kellett volna odaívni, hanem a rendőrséget és letartóztatni. Mert egész egyszerűen az ember nem orvos, és orvosnak mondja magát. Érdekes, amit mondasz, mert ugye most
ez az utolsó, ragadjuk meg ezt az utolsó mondatot, hogy nagyon sokan másnak mondják magukat, főleg manapság, mint ami. De ugye ezek az emberek valamiképpen visszaélnek azzal, hogy a természettudományok, és erről már tavaly is beszélgettünk, kicsit háttérbe szorulnak az áltudományokkal vívott harcban, hogy úgy mondjam, mert nehéz megtanulni az embereknek. Sokkal egyszerűbb felszedni valami kvázi hülyeséget, mint tényleg utána olvasni ennek az egésznek, vagy akár megnézni, ha más nem, akkor a műsort, amit együtt csinálunk, ami inkább szórakoztatóan tudományos, mint sem egy fix tudományos műsor. Mi lehet erre a megoldás? Megint utaljunk arra vissza, hogy az iskolákban kéne jobban rákészíteni a gyerekeket, vagy érdekessé tenni valamiképpen a természettudományokat, hogy mert ugye ezeken keresztül megérthetjük a mindennapjainkat. Vagy szerinted mi a megoldás? És akkor ez lehet a záró akkordja is ennek az egész beszélgetésnek, mert szerintem fogjuk még ezt folytatni jövőre is. Te miben látod a megoldást arra, hogy az emberek higgyenek a saját szemüknek, illetve a saját tudásukban biztosak legyenek? A józan paraszti ész, ami nagyon sokszor hiányzik a mindennapokból. Tehát a közhangulat és az újságírás, tehát a médiumok, azok borzasztó sokat tudnak tenni. Elmondok neked két dolgot. Egy, ha például azt nézed, hosszú-hosszú évekig, mostán régóta nem néztem, a Magyar Televízió honlapján ott volt fönn, bal felső vagy jobb felső sarokban, ott volt fönn a horoszkóp. Borzasztó nagy felelősség. Horoszkóp az szórakoztató, de miért kell egy közmédiumon egy ilyennek ott lenni? Érted? Ha megnézed azt, hogy szombaton délelőtt bekapcsolsz egy tévét, és akkor megjelenik egy ember, és küldöm a szerelem energiát. Ez bűncselekmény. Akár honnan is veszük, ez bűncselekmény. Kapcsolják, nézd meg, ez OTV... Nem szoktam ilyeneket nézni. Nézni, én sem nézem, de tudok róla, hogy van ilyen, mert a szkeptikus nem csak, hogy mondjam, tehát én azért néha utána megyek ezeknek a dolgoknak, hogy megnézem, hogy mi a mozgatója. És egész egyszerűen az, hogy ez OTV-t főműsoridőben, akkor, amikor a legtöbb gyerek ott ül a televízió, akkor lehetne botrány. Most nem akarok... Szerintem, aki televíziózik, pontosan tudja, miről beszélek. Ez egész egyszerűen megengedhetetlen. Magyarán néphűítés. Igen. Most akkor föltehetjük a másik kérdést, figyelj, hogy a közmédiumokban milyen oktatási műsorok vannak. Pont. Tudod, tavaly dolgoztunk a Sanyával együtt, a Sanyiról beszélünk, aki a Deltának volt a műsorvezetője 10x évig, Deltából nyom nélkül eltűnt. Egyszer nincsen, tehát egész egyszerűen, ha valaki be akarja kapcsolni a televíziót, és tudományos műsort akar nézni, a közmédiumokon nem talál. Vagy olyan keveset talál, hogy botrányos. Amikor kicsi srác voltam, és beteg voltam, otthon maradtam mondjuk lázasan, délelőtt, ha bekapcsoltam a tévét, iskola tévé volt. Különböző órákat tartottak, és nagyon neves embereket fölkértek a Saselemért, és sorolhatnánk még, hogy kik voltak, a Kelemen Bandit, meg ilyen emberek, ezek csinálták azokat a műsorokat, amire a gyerekeknek szóltak. Tudok ebből mutatni mustrát, ha érdekel. És igazából azt mesélje el nekem valaki, hogy miért nincs a közmédiumokban arra pénz, hogy oktatási műsorokat szervezzenek, miért nincs rá. Ugye, ha megnézed, akkor ezek az olcsó műsorok, amit, hogy mondjam neked, ami nem az elmélyült tudás, az van, arra van pénz. De nem-e az a baj, hogy mivel hogy nincsenek ilyen műsorok, amik gyerekeknek készülnek, mert nem mindegy, egy felnőtteknek való tudományos műsort a gyerekkel nem rakhatsz, de azáltal, hogy nincsenek ilyen műsorok, viszont nagyon sok szülő tudja, hogy a lézerkarddal lövöldözős rajzolt az egy mondjuk így nyugodtan szar. Így van. Ezért nem is néz a gyerek tévét, nem csak lézerkarddal lövöldözős űrszörnyet nem néz, hanem ugye mivel, hogy nincs tudományos műsor, vagy mondjuk ki, nincs tudományos műsor, akkor nem néz semmit a gyerek. Világos. Ezáltal nem is lesz, nem is, hogy okosabb, bár a gyerek egy olyan, mint a szivacs, ezt tudom a saját gyerekeimmel, és minden érdekli őket, ami ilyen, csak le kell ülni, és el kell nekik normálisan magyarázni. Egyszer elég, nagyon jó megjegyzik, de ilyen nincs. És nem azért van az, hogy a fiatalok ezáltal így elfordulnak a természettudományoktól inkább. Hát nézd, Pisten, a következőt mondom, a természettudományokat csak egy szelet ennek.
Gondolj bele, hogy a 89 előtt a Magyar Királyi Televízióban évente 70-80 játékfilm készült. Ott benne a televízióban. Most azóta talán összesen nem készült annyi. Tehát ez azt jelenti, hogy nem azt mondom, hogy egyáltalán nincs ilyen, de azt lehet mondani, hogy jellemzően konzervből dolgoznak, új dolog nincs. Ha meggondolod, egy komoly zenei műsor nincs, tehát magyarán ez a klasszikus zene mondjuk, hogy egy koncertet végighallgat, mert itt ad abszurdum, én képes lennék végighallgatni mondjuk délidőben egy jó darabot például Beethoven-től. És igazából ezt nem adja meg. Ugyanígy nem adja meg azt se, hogy tanítson. Nem adja meg. Én emlékszem arra, hogy amikor először voltam a televíziózásban, az 95-ben a Repetálban volt egy ilyen műsor. Uh-huh. És az a Repeta az egy feszes műsor volt, és kérlek szépen 45 percen keresztül fizika volt a közepén egy olyan rész, hogy beraktak egy klippet, addig minket letörülték az izzadságot, és fizika kísérletek voltak, elméletek voltak. Hát azt lehet mondani, hogy volt valami olyasmi, amire azt mondta az ember, hogy ki van pipálva. Most még arra se veszik a szerkesztőségekbe a figyelmet, hogy a kipipálva meg legyen. Uh-huh. Tudom, most a másik dolog a média hatalmáról, hogy amit a médiában sugározni fognak, azt fogják nézni az emberek. Tehát, hogyha most történetesen tényleg el lehet, hagyjuk a természettudományokat, maradjunk abban, hogyha mondjuk azt mondanák, hogy minden hónapban egyszer valamelyik színházhoz lemennek, és azt úgy leadják, van egy olyan réteg Magyarországon, aki szívesen elmenne színházba, de vagy gazdaságilag, vagy fizikálisan nem engedheti meg magának, hogy elmenjen. De megnézne ilyet, és nincs, baromira nincs. Hát ezért van az amúgy tök jó, hogy rákötötted, hogy nagyon-nagyon sok színészt úgy ismerik a szerepeink keresztül, amit a tévében játszik. Jellemzően ilyen például a Mucsi Zoltán, akiről ugye van egy ilyen kialakult kép, hogy ez a káromkodós csávó, ez jó pofa. Úgyhogy a büdös életben nem mentek előtt mondjuk megnézni egy színdarabban, ahol egy abszolút zseniális színész amúgy. Én dolgoztam együtt egy színésznővel, mindegy, hagyjuk. A Repetában is dolgozott, aztán később volt házigazdája Minden Tudás Egyetemének, de döbbenetes, hogy egy ilyen embernek nem adatik meg csak az, hogy az ember hazamegy, véletlenül még régebben bekapcsoltam a tévét, és volt benne valamilyen mit erotikus jelent, és a lélegzésről tudtam, hogy ez ő. Na most igazából, és akkor, mert a szinkron van, és a szinkron ma már nem olyan, mint régen volt. Régen magyar szinkron zseniális volt, ma már azt lehet mondani, nem, most nagyon gyönge a szinkron, és ezt nem én mondom. Nem én mondom, tehát ennek jobb, ha utána vannak jó szinkron színészeink most is. Az világos, de a munka, ami ott folyik a stúdióban, az nem annyira jó. Azt hiszem, Magyarországon van az egyetlen olyan épület, ami direktíves szinkron stúdiónak épült egészen. Ez nem jelent semmit. Nem ezen múlik. Szóval te nagy mértékben a médiumokat, meg a médiát indoklod a kvázi futulásért. Mondok egy konkrétumot, miatt, hogy értsen. Fölmérések mutatják, tehát a pedagógus meg az egyéb ilyen kognitív tudományokkal valahogy figyelik, egy átlag gyerek, nézzetek utána hány órát tölt per óra a televízió előtt. Sokat. Na most igazából, amit megnéz, az olyan, hogy jönnek ezek a ilyen sorozat, olyan sorozat, és ott ül előtte, ül mint az iszap, és ki van kapcsolva az agya, és történik valami rettenetes dolog, amiért nem hozzászól. Most nem azért mondom, hogy egy banán ültetvényen kapálnak, az most mit szól egy magyarországi gyerekhez? Ugye te is érzed. Na most tehát ezek nem komolyan, tehát ezek a szappanoperák nem arról szólnak, hogy ezből bármiféle, mert el lehet tölteni vele az időt. Ez ilyen lánymeleg akármi, ilyen locspocs. Most valójában megtehetnék azt is, hogy ezek helyett, mit tudom én, azt mondják, hogy nem szinkronizálunk le egy ilyet, hanem föliratozzuk, és akkor megtanulna vagy olvasni, vagy megtanulna a nyelvet. És akkor nézzél körül, bocsánat, hogy közbeszólok, nézzél körül, hogy azokon az országokon, ahol vagy az olvasás, vagy a nyelv megy, ott egyetlen országban se szinkronizálnak. Volt élményem, hogy kimentem Görögországba, bekapcsoltam a tévét, de csak azért, hogy a videót, amit aznap csináltam, megnézem, és magyarul szólalt meg, görög felirattal. Ha megnézed, Romániában nincs szinkronizálás, finneknél nincs szinkronizálás, van rá példa. De most, ha elkezdenél nem szinkronizálni, rohadtul népszerűtlen lenni, hogy ne tovább. Na most igazából, ha ez a szinkronizálás megszűnne, akkor az így módon felszabadult pénzből lehetne tényleg jó filmeket csinálni magyar színészekkel.
Most tényleg hagyjuk a tudományos műsorokat, mert szerintem ez sokkal messzebbre mutat. Jó, de valami jelzés vállalta le lesz az egész műsort, amit mi így együtt csináltunk most igen, heteken, tehát, meg egyszerűen hónapokon keresztül. Tehát én azt mondom neked, hogy az ok, hogy a szó, tehát szeretném azt, hogyha az emberek eljutna oda, hogy a fizika azon túl, hogy kimegy itt az hallgató, az F29-ben arra felé kimegy, és akkor az ajtónál nem fejeződik be a fizika. Igen, tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ha fölteszed a kérdést, hogy az, amit itt megtanulsz, az meddig, az beleivódik minden egyes részébe. Ugye, tudomásul kell venni, hogy a fizika, kémia, tehát az alaptudományok, azokat, hogy mondjam, kikurbilizzák az elméletet, leellenőrizzik, és utána átadják egy mérnöknek. Ez a mérnök, ez csinál belőle eszközt, egy mobiltelefont, egy autót, egy hűtőgépet, amitől az életünk egyszerűbb lesz és jobb. Most aki nem hajlandó az alapokat megtanulni, az hogy merész el beleszólni abba, hogy? Mit javasol szerinted? Mi a megoldás a népbutítás ellen? Mit kéne csinálni? De próbáld meg röviden összefoglalni. Ez egy nagyon bonyolult dolog, és nem biztos, hogy én autentikus. Ez magánvéleményem van. Azt mondd el nyugodtan. Igen, az első dolog, hogy szerintem a közmédiumokban egészen komoly szerepet kéne az oktatásnak tenni. Vannak ilyen tudományos csatornák, akik kimondottan a gyerekeket célozzák meg, de az nem jut el mindenkihez. És nem akarok most csatornát mondani, szerintem mindenki tudja. Annyit szeretnék mondani, hogy ez az egyik rész, a másik rész pedig ugye, amikor azt mondom, hogy egy gyerek 6 órát ül mondjuk átlagosan egy tévé előtt, és akkor elunja, mert esetleg nem tetszik neki, akkor az internet. És az interneten az tök ellenőrizetlen, mondjál nekem egy embert, aki meg tudja a gyerekénél mondani, hogy erre az oldalra ne menjen, arra meg menjen. Egy átlag embernél nem világos, de nem biztos, hogy mindenki számára világos, hogy hogyan kell beállítani egy rútert, hogy a gyereket megőrizze, hogy ott ne kerüljön olyan oldalt, ami neki nem jó. Ezt nem tanítjuk meg. És igazából az internetes oldalakra fölmegy az ember, ott sem tud eligazodni rendesen. Na jó, de mi a megoldás szerinted? Legyen több műsor, oké, azt mondom, hogy legyen. Én is azt mondom, legyen. Vannak gyerekeim, én is szeretném, hogyha azt nézdék, amik nekik ad valamit, nem csak úgy üresen ki a fejükből, mint az iszap, ahogy mondtad. Hát igen. Hát nézd, én azt gondolom, hogy a szülők felelőssége... Na várjál, de azt szerintem a társadalmi elismertség az összefügg ezzel. Tehát, hogyha a magyar televíziózásban olyanokat lát az ember, hogy ez követendő példa, amaz meg nem követendő példa, az emberek elfogják, hogy e felé megyünk. Tehát ahogyan régen mondták, hogy meg van írva a vezércikkbe, akkor az mértékadó lesz. Most, hogyha megnézed azt, hogy egy átlag magyar természettudós, egy ismeretterjesztő hova tud eljutni, gyakorlatilag szegregálódik. Most csináltak egy őrült nagy reklámot nekem, hogy ebből a brutális sikert, gondolom te is látod, de engem látom, égnek áll a hajam néha tőlem. Jönnek a mindenféle ugratások és tettestársai, de gondolj utána, hogy ezt miért pont egy kereskedelmi csatorna az, aki ezt fölvállalja? Miért nem lehet ezt a közmédiumokba fölvállalni? Mert azért, ha belegondolsz a közmédiumnak, még mindig azt mondják, hogy a Kossuth rádióba bemondták, az sokkal nagyobb, mint hogy bemondják egy másik rádióba. Ugyanígy meg kellene legyen ezeknek a csatornáknak a maga szerepe. Elindítottak a Magyar Király TV-ben egy gyerekcsatornát. Nézd meg, hogy hány oktatási műsor van benne. Nobla. És igazából, amíg miért nincs olyan műsor, például valamelyik éven, ez egy nagyon izgalmas dolog. Tartottam előadást, és megkérdeztem, hogy hány kémia tanár van. Mondták, hogy ennyien vannak, kb. Az egyharmada. Az olyan volt, hogy fizika és kémia szakos, vagy valami ilyesmi. Kérdeztem, hogy mit tud az idei kémiai olimpiáról. Semmit nem tudtam. Tudod, hol volt? Budapesten. Amikor kim volt Vietnámban, a vietnámi adás átszervezték arra az időre, hogy élőben mindenki láthassa. Itt van a minta. Tehát, hogyha meggondolod, a természettudományos olimpiákon, fizikai, meg a matematikai olimpiákon... Nem kapnak elég teret ezek a dolgok. Van egyfajta elismerés. Tehát, hogyha azt kérdezed, hogy aki fizikai olimpiát megnyerte, az kapott-e elismerést mondjuk a miniszterelnöktől? Kapott. A mostanitól is, meg az előtte levőtől is. De az újságírók már nem írják meg. Uh-huh. És ez fontos. Hát most ki legyen a nagyobb minta?
Az, aki egy hanyatsapkás és reppel, vagy az, aki pedig mondjuk egy fizikai olimpián Magyarországnak az elsőjét elhozza. És ugye ez az embert nem tudtuk itthon tartani. És soha nem fog Magyarországon tudóskodni, ezt borítékolom előre. Változtassunk ezen, szerintem gyávanépnek nincs hazája. Meg kell próbálni. Megpróbáljuk, de ez egy-két embert meg kell nyernünk. Hát csináljunk jó műsort. Köszönjük.